Jó reggelt kívánok! Itt van velünk Újházi Lóránt atya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, aki biztonságpolitikával is foglalkozik, de egy nagyon izgalmas témával szintén, ez pedig a cölibátus. A cölibátusról azt mindenki, legalábbis majdnem mindenki tudja, hogy a papi nőtlenségnek elsősorban gazdasági okai voltak, legalábbis ez a közvélekedés, hogy ne kelljen osztani a családok között az egyházi vagyont. Az idők során nagyon sokan felvetették, hogy ennek véget kellene vetni. Legutóbb Ferenc pápa is kiadott erről egy közleményt. Az atya viszont tudományosan foglalkozik a cölibátussal. Mi a véleménye egyébként? Jó a cölibátus, vagy nem jó? Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Legelőször is menjünk vissza az alapkérdésre, hogy miért is alakult ki ez az intézmény. Ugye volt egy ilyen marxista propaganda, hogy valóban ezért, hogy a vagyon és a vagyonnak a megtartása, egy kézben tartása, ne lehessen örökölni. De hát gondoljunk csak bele, állami hivatalok, a vezető emberek sem örökítik az állami hivatalhoz tartozó vagyon a gyermekeire vagy leszármazottjaira. Alapvetően nem ez volt. Persze voltak visszaélések ezen a területen, hiszen ahol emberek dolgoznak, szinte az élet minden területén találunk visszaéléseket. Hát igen, és itt földek is voltak, jószágok is, nem csak állami hivatalok, épületek. Nem most egyházi hivatalokra gondolok, de az alapvetően miből indultak ki? Ugye minden vallásnak van egy istenképe, és minden vallásnak van egy emberképe. És ehhez a istenképhez és emberképhez tartozik egy olyan kép, amit az ő lelki pásztoraitól, lelkészeitől, vallási vezetőitől elvár. Ugye úgy tartjuk, hogy a kereszténységet, így az egyházat is Jézus alapította, és kialakul már nagyon korán érdekes módon, tehát a harmadik századra már kristályosodik az a kép, hogy hát a követői, a papok, azok minél jobban hasonlítsanak hozzá. És itt megfogalmazzák azokat az elvárásokat, amiket a klerikusokkal, amiket a papokkal szemben elvárnak, és az egyik fő szempont az, hogy maga az alapító is nőtlenül élt, nem volt felesége, nem is az evangélium tanúsága szerint, és így akkor a papoknak, tehát akik az ő közvetlen követői, megfogalmazódik az a teológiai elv, hogy in persona Christi capitis, tehát a pap, az azt jelenti magyarul, magának a Krisztusnak, a főnek a személyében cselekszik. Hát akkor... Igen, de nem tudhatjuk egyébként, hogy Krisztusnak, aki 33 évet élt, közben volt-e szerelme, vagy nem volt, ő is férfi volt, ember volt, a pap is férfi és ember. Igen, hát az evangéliumok tanúsága, amit az egyház, ugye, mint a szent hagyomány és a szentírás, ez a kettő képezi az egyháznak a legfőbb forrását, ennek a hagyománynak és ennek a szentírási bizonyítéknak az alapján úgy tartja az egyház, mondom, hangsúlyozom, tehát az egyház, illetve hát erről meggyőződése, hogy nem volt. És hát akkor ehhez közelítette a papoknak az életet, hozzáteszem. Tehát az egy hatalmas fejlődésen ment keresztül egészen a középkori, kora középkortól, a késő középkorig, ahogy különböző zsinatokon, meg különböző egyházfegyelmi iratokban szabályozták a cölibátusnak a kérdését. Mert először, ugye, ha a szentírási alapokat nézzük, tehát a Szentírás Péterről, tehát ez a főapostol is azt mondja, hogy hát Lukács evangéliumában olvassuk, hogy Péter anyósa betegen fekszik, Jézus öröm és meggyógyítja, nyilván akkor feltételezhető, hogy felesége. Volt felesége. A többiekről nem találunk ilyen utalást. Szent Pál apostol már a leveleiben azt írja, ugye, hogy a püspökről ír, hogy egyszer nősült legyen. Tehát feltételezhető, hogy a többiek akár még többször is, hogyha megözve gyűltek, vagy akár a korabeli fegyelem szerint újra házasodtak, a püspöktől azt kérték, hogy egyszer nősült legyen. És akkor hogy jutottunk el eddig a életidegen nőtlenségig? Még egyszer mondom, tehát valószínűleg ez a teológiai elv volt az, ami inspirálta az egyház jogalkotását, hogy először, és mondom, bevezeti azt, hogy tiltja a klerikusok számára a házasságot. Nagyon érdekes, mert az első időkben, mikor valaki megházasodott, azt mondták, hogy hát ez a házasság nem érvénytelen, nem megengedett, úgynevezett nem megengedett házasság volt, de hát a házasságot érvényesnek tulajdonították. És aztán fokozatosan, tehát oda, hogy a második, negyedik lateráni zsinat, ugye az 1200-as évekről beszélünk, már nem csak azt mondja, hogy ezek meg nem engedett házasságok, hanem érvénytelen házasságoknak is mondja, hogy egy klerikus házasságot kísérel meg. Ugye használt egy kifejezést, hogy életidegen. Még egyszer mondom, hogy maga a pszichológiája, meg az emberről alkotott kép a középkori embernek egészen más volt, mint a mai embernek. Azt lehet, gondolom, hogy más volt, elnézést, de középkorban is, meg később is azért a pletykák szerint a papoknak
voltak házvezetőnői, a házvezetőnőiknek olykor gyerekei, és nem lehetett tudni, hogy ki kicsoda, de a pap jól tartotta és eltartotta azokat a gyerekeket. Hát, hogy jól tartotta vagy eltartotta, azt nem lehet pontosan tudni, de ezek már a úgynevezett büntető jogi kategóriákhoz tartoztak. És még egyszer mondom, ezeket a szabályozásokat valóban újra kéne gondolni. A II. Vatikáni zsinatnak az időszakában volt egy hullám, ez a 60-as évek. Számos reformot, számos új dolgot vezettek be az egyházba, vagy a régi dolgokat átgondolták, akár a liturgiát, és miért legyen latin nyelven, akkor nem értik az emberek. A cölibátus is egy ilyen kérdés volt, hiszen érzékelhető, amit ön is mondott. Tehát azért lássuk azt az oldalát is, tehát érzékelhető volt, hogy itt számos probléma van. Van egy szép idea, de az ideának a megvalósítása, mert azért legyünk őszinték, az idea az szép volt, kövesse Krisztust úgy, éljen úgy, csak ahogy a Krisztus, életidegen. De maga a gyakorlat, az sajnos hagyott némi kívánni valókat maga mögött, és akkor kénytelenek voltak állandóan újabb jogszabályokat bevezetni, ahogy említettem, most nem sorolom fel, mert nincs értelme annak a rengeteg zsinati határozatnak, amit akár Magyarországon, Pázmány Péter időszakában, amit bevezettek azért, hogy megpróbálják betartatni a nagyon nehezen betartatható törvényt, és akkor a 60-as években azt mondták, hát akkor gondoljuk át. Sokan számítottak arra, hogy akkor változás is lesz, és én azt gondolom, hogy abban az időben valóban érett volt a helyzet arra, hogy bevezessék, vagy változtassanak ezeket, és akár a keleti egyház hagyományához, ugye a keleti egyház és a nyugati egyház hagyománya a 7. században elválik, és a keleti egyházban csak a püspököknek kell megtartani a cölibátust, és a többieknek a szentelés előtt van lehetősége a házasságkötésre. Azért beszélgetünk egyébként erről, bár szép a történelem, de nem csak ezért, mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az egyház számára, a katolikus egyház számára ez húsba vágó kérdés. Legalábbis azt hallom, hogy kevés a fiatal pap, ön az, de állítólag kevés. Állítólag nem vállalják. Ez az egyik. A másik, hogy bizony nagyon hosszú évek óta különböző pedofília botrányok sújtják az egyházat, bántalmazások, amik azért nagyrészt visszavezethetők erre az életidegen helyzetre. Tehát itt valahogy lépni kell. Ennek bizonyos szempontból tökéletesen igaza van. Mert a 60, amit említettem, a 60-as években, ha meghozzák ezeket az intézkedéseket, akkor ma már túl lennénk talán ezen a krízisen. Ugye minden nagy változtatás, és egy nagy jogintézménynek a lebontása, vagy megváltoztatás, mindig hoz egyfajta megrázás, és mindig lesznek olyanok, akiknek nem tetszik. A 60-as évek után 6. Pál viszont úgy döntött, hogy megerősíti. Voltak olyan jelek, amik abban az irányban mutattak, hogy az egyház változtatni akart. Mondok példákat. Ugye az állandó diákonátus intézményének a bevezetése, olyan állandó diákonusok, ugye ezek a papság alatt lévő következő szentrend fokozata, tehát az alatta lévő szentrendi fokozat, ők köthetnek házasságot, akkor ebben a diákonátusi állapotban maradnak, és lehet gyerekek házasság. Ebbe az irányba mutatott az is, hogy az úgynevezett kisebb rendeket megszüntették, átvariálták, új jogi szabályozást adtak, és minden abban az irányba mutatott, hogy lesz egy változtatás. Aztán a 6. Pál meggondolta magát, II. János Pál meglehetősen konzervatív politikát folytatott ezen a téren, 16. Benedek szintén, és megerősítették, hogy már pedig a cölibátus intézménye marad. Ugye ez azért volt problémás, mert nagyon sok úgynevezett védő jogintézményt lebontottak, viszont a nagy jogintézményt azt meghagyták. Tehát még nehezebb helyzetbe hozták az egyházat, vagyis hát a klérust. És Ferenc pápa mit tud lépni? Tegyünk itt egy nagyon fontos disztinkciót. A cölibátus intézménye egy egyházi intézmény. Mindig vitatkoztak arról, hogy vajon ez egy isteni jogon, vagy ez egy tisztán egyházjogi akadály. Voltak olyan, én azt mondom, egy kicsit szélsőséges vélemények, hogy azt mondták, ez egy isteni jog, mert ugye Jézus is így élt, Jézus maga akarta. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szélsőséges jogi állásfoglalás. A másik, ami pedig túlságosan liberalizálni akart ezt a törvényt, az se jó. Azt gondolom, hogy egy egyházjogi felfogás, amit adott esetben lelkipásztori szempontok miatt lehet átgondolni, saját privát véleményem szerint érdemes lenne átgondolni, hiszen ahogy ön is mondta, számos nem merik kimondani azt, hogy ezek a különböző szexuális bűncselekmények, amik polgári jogi értelemben és világi jogi értelemben is bűncselekmények. Megmondom, nem csak a szexuális bűncselekmények, hanem a durvaság.
Tehát az olyan fajta bántalmazás, ami nem szexuális, hanem... Lehet, hogy ez, bár ez komolyabb pszichológiai kutatásokat igényel, de a másik hát az biztos, hogy... Hát a cölibátus is komolyabb pszichológiai hogy kutatásokat. Hogyne, van is, és azt gondolom, hogy ma egy olyan helyzet alakult ki, hogy ahogy említettem, ha 70-es években meghozzák azt a jogi döntést, vagy politikai döntést, ami aztán a jogszabályba lecsapódik és változtatnak, de ma nem olyan a helyzet. Ugye Ferenc pápa beszélt erről a kérdésről, hogy hát ő kész lenne, de ez is egy pármondatos megnyilatkozás volt, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy Ferenc pápa szereti ezeket a pármondatos megnyilatkozásokat, és legyünk őszinték, előfordul, hogy az egy időszakban így nyilatkozik egy kérdésről, és utána akár az iraki helyzetről, akár az iszlám államról, azért változik az ő álláspontja. De most nem akarok ebbe az irányba emlni, csak én összehasonlításként mondom. Valószínűleg az történik, hogy a környezete az, aki arra kényszeríti, hogy utána másként nyilatkozzon. Egy nagyon fontos mert dolgot ő egyébként igen. Számomra nem vagyok hívő, egyáltalán katolikus sem, de számomra etalon. Igen. Nagyon fontos dolgot mondott most, hogy a környezet. És nem csak a környezet, hanem az egyházban működő erők. Én azt gondolom, hogy amíg a 60-as évek visszatérnek oda, egy alkalmas időszak lett volna, már annyira megerősödtek azok a retrográd, nagyon konzervatív csoportok az egyházban, konzervatív erők az egyházban, amelyek, hogyha lenne egy ilyen jellegű változtatás, most kifejezetten a cölibátusról beszélünk, ami ezeknek a konzervatív, retrográd erőknek az egyik bástyája, akkor akár egy egyház szakadást is, akár, de most ez az én véleményem, lehet, hogy nem így lenne, lehet, hogy belenyugodnának és beletörődnének a pápai döntésbe, hiszen ez a pápának a szabad akaratán múlik, hogy ezt átgondolja, vagy átgondoltassa az a jogi apparátussal, ami a Szentszéknél dolgozik, különböző kongregációkon belül, és változtassanak utána a jogszabályon, de félő, hogy ma olyan erősek ezek a retrográd erők az egyházban, konzervatív erők, hogy akár egy egyházszakadást is előidéznek, ilyen kérdés miatt? Ha már itt tartunk, cölibátustól függetlenül nagyon izgat, hogy ha netán Ferenc pápa valamiért lemond, vagy már nem lesz köztünk, lehetséges-e az ő intézkedéseit, intelmeit visszavonni? Ez egy egyházfőnek az intézkedései, személyisége mindig meghatározó. Nyilván itt attól is függ, hogy mennyi ideig van az az egyházfő. Hiszen II. János Pál pápa, akik a 20. század második felében éltünk, azok úgy, ő a pápa. És hát az ő intézkedései II. János Pál pápának még mindig érzékelhető a kinevezései, a személyi politikája, akiket nevezett ki egyes kongregációknak. Igen, csak elnézést azt hallani, hogy ugye II. János Pál pápa intézkedéseivel az egyházi környezet egyetértett, Ferenc pápát viszont már szeretnék inkább kívül tudni. Mert hogy kellemetlenek. Mindig igaz vannak, ez? Csak hogyha hosszabb ideig, és pont ugye a hidegháborús környezet, az megfelelő volt arra, hogy megfelelő politikai szövetségeseket is tudott II. János pápa a nyugati világba szerezni. Tehát ez egy sokkal összetettebb kérdés ennél, és egy hosszú ideig volt. Tehát nyilván az első lépésekben, az első években neki is, vagy első évtizednek is meg kellett szilárdítani azt a bázist, ami az ő ideológia, az ő koncepcióját, az ő jogalkotását támogatja, és hát ne felejtsük el azért II. János Pál pápa olyan jogszabályokat adott ki, ami mind a mai napig érvényben van. Most Ferenc pápa megpróbálja ezeket a jogszabályokat akár a kongregációkat átalakítani, új jogi szabályozásokat ad ki, vagy a régi jogi szabályozásokban, hát ez mondjuk nem túl szerencsés, de a rendszerekbe így belenyúlni, hogy itt módosítgatok, ott módosítgatok, viszont az egész rendszerhez nem nyúlnak hozzá, ez veszélyes. Biztos, hogy ő neki van egy ellenzéke, de miért? Azért, mert II. János Pál idejében és 16. Benedek idejében is egy konzervatívabb erők erősödtek meg mind a Szentszéknél, mind pedig a világegyházban. Így nehéz azért, hogyha egy ilyen erős ellenzéke van az embernek. Másrészt nem régiben olvastam, hogy már vannak püspökök is, papok is, akik aláírásokat gyűjtenek, és gyűjtik azokat a mondatokat, ami Ferenc pápának az egyes megnyilatkozása, amivel egyrészt nem értenek egyet, másrészt próbálják az egyház hagyományából, vagy akár jogi szabályozásából, akár dogmatikájából igazolni azt, hogy a pápának ebbe és ebbe tételesen nincs igaza. Érdekes. Nagyon izgalmas a téma, ha csak lejár a műsoridőnk. Azt még szeretném a végén tudni, hogy cölibátus megszűnik, marad, vagy tovább folyik a vita?
Privát véleményt tudok mondani. A véleményem szerint, ahogy említettem, most egy olyan közeg van, hogy nem alkalmas ennek a nagy jogi intézménynek a megváltoztatására. Mondom, privát vélemény. A privát véleményem az is, hogy már réges-régen, tehát a 60-as években ezen változtatni kellett volna, de jobb meglépni ezt a lépést. Jobb lenne meglépni minél hamarabb. Nagyon sok kellemetlenségtől megkímélhetné magát a katolikus egyház, hogyha ezen a intézményen... És lennének fiatal papok. Abban nem vagyok biztos, hiszen nem gondolom, hogy csak a cölibátus a visszatartó elő, hanem a természet feletti bevaló hit az önmagában visszaesett a nyugati társadalom, vagy a európai társadalomban. Tehát ez az már egy összetettebb kérdés, de abban biztos vagyok, hogy szerintem sok kellemetlenségtől megkímélhetné magát a katolikus egyház, hogyha ezen elgondolkodna, vagy abban az irányba mozdulna, hogy a jogi szabályozáson enyhít. Hát akkor legyen ez a végszó, legalábbis mára, mert visszavárjuk Újházi urat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.